this is the Xbox. And so, for the first time, let me now unveil Xbox. Hello, lad. Say happy birthday to your sister. Right now. This is my Xbox 360. It's here, and it's on. Of the dark. Welcome to E3. Today, we're dedicating our entire briefing to games. The lineup is diverse. Huge franchises, new IP, independent games, and my old favorites. Okay, hello, sziasztok! Ez itt a Konzol.hu, én pedig Ati vagyok. És ahogy már láttátok az intrót, a mai napon csak és kizárólag Xbox-ra fogunk foglalkozni, mégpedig a Xbox-nak a történelmével, tehát egy történelem óra következik. Honnan indult maga a konzol, mik voltak azok a érdekes buktatók, vagy akár emelkedők, amik a jelenlegi Xbox One konzolhoz, azaz az Xbox One X-hez vezettek, mert eléggé ingoványos talajon mozgott a Microsoft még az elején. Lássuk is! Igazából teljesen az eleges legelére akarunk menni, akkor mi volt a Microsoftnak a eredeti stratégiája, akkor nem egy játékkonzolra gondoltak, ha őszinték akarunk lenni, hanem inkább a PC gamingbe gondolkodtak ők, de mivel ugye a Microsofttól nem akarta senki, sőt be is perehették volna őket, hogyha egy külön PC gépet, tehát egy külön PC-t csinálnak arra, hogy játékokra, Microsoft néven, akkor tulajdonképpen megölte volna őket a többi cég. Tehát kellett találni egy másik kibúvót, hogy mégis kiéljék magukat játék szinten, mert ugye a Microsoft az híres volt magukra a játékokról is. Ugye nagyon sok PC játékot készítettek mellette is, és a marketingesek ugye megkapták ezt az ötletet, hát hogy akkor csináljunk egy konzolt. Természetesen nem volt könnyű a helyzet, a Epic-kel karöltve kezdtek el fejleszteni, más fejlesztők is természetesen, főleg a Microsoft vezetésével ugye. Azt tudni kell, hogy a Xbox az mindig is egy PC alapú játékkonzol volt, főleg a Xbox Classic, tehát a legelső, ami 2001-ben jelent meg, az full PC volt végül is, ha azt veszük. Volt benne egy vinyó, és minden, ami igazából PC-ben van. Nagy volt, böszme volt, viszont nagyon jó volt rá a játék felhozatal. Na de, hogy ne rohanjunk annyira előre, hogy is született meg ez az egész. A legenda úgy szól, hogy a Xbox név sem volt konkretizálva, sőt, a fejlesztők először azt gondolták, hogy ez a legrosszabb választás annak, hogy mi legyen a neve a játékkonzolnak. Tehát több lehetőséget felvázoltak. De mindenféleképpen azt a nevet akarták volna, hogy az eredeti név az lett volna, hogy Direct Xbox, vagy Direct Xbox, ugye ez is a ráutalva a PC-s dolgokra, de természetesen egy hatalmas nagy maraság lett volna. Na, a lényeg az, hogy a Xbox volt maga a talaj, és hogy arra lehetett építkezni. A fejlesztők nem is akartak alni se a menedzser, se senki, hogy ez egy hülye név lesz. Beleraktak egy csomó más nevet a kalapba, és akkor tessék, lehet szavazni ott házon belül és akár kívül is, hogy mégis mi legyen a neve. És mindenki igazából erre szavazott, hogy Xbox, hogy ez milyen marha jó, milyen menő, milyen dögös név, és hát ezért lett végül is Xbox a neve. Mondták is nekik, hát akkor jó, a gyerekek nem értetek hozzá, de mivel akkor többség dönt, legyen Xbox. A legenda szerint így született meg a név, hogy Xbox. Na de. Tovább megyünk, ugye fejlesztették ugye a gépet, megvolt a alapkonstrukció, hogy mégis hogyan kell kinézni. Amikor bemutatták először a E3-on a Electronic Entertainment Expo-n, akkor mindenki leszólta, hogy ez egy, hogy túl PC-sen néznek ki a játékok.
akármit is jelentsen ez a hülyeség, de a lényeg az, hogy nem volt túlságosan elfogadó a konzolos nép, sőt, még a Nintendo akkori CEO-ja is leszólta, hogy mit akarnak ezek a Microsoftosok itt a konzolos világba, és lőn megjelent a Microsoft Xbox-nak a, vagy megjelent a Microsoftnak az első játékkonzolja, az Xbox, az most már Xbox Classic, és tarolt a játékfelhozatallal, és tarolt, mint teljesítménybe is. Érdekességképpen a PlayStation 2 ekkor már bőven előnyben volt, tehát már a második évét taposta, tehát már jöttek ki rá bőven a nagyon jó játékok a PlayStation 2-re, ugye most kiismerték a fejlesztők azt a játékkonzolt. A Nintendo GameCube akkor jelent meg, és még mezőnyben volt a Sega Dreamcast is. De a Microsoft Xbox akkor jelent meg, szóval egy eléggé mély vízbe ugrottak azonnal bele a Microsofttal, de nem hátrált meg senki, nagyon jó volt a launch, jó volt a gép is, nem volt olyan sok rossz visszajelzés, hogy elromlott a gép, stb. Stb. Egy másik érdekesség, nem tudom, sokan tudjátok-e, vagy nem tudjátok, hogy a Xbox Classicot nagy részét Magyarországon gyártották, egy magyar multicégnél. Egész pontosan nem tudom, hogy hol, de Magyarországon. Tehát a legtöbb Xbox Classicnak, hogyha megnézitek az alján a gyártási matricát, ott van Made in Hungary. Ez egy kis érdekesség egyébként. És ugye, amit még lehet tudni a Xboxról, a játékfelhozatallal nagyon sok újítást behoztak. Elsősorban gondolok itt arra, hogy be volt építve a HDD. Ami most már minden játékkonzolban ugye tudjuk, hogy ez alap. Ők ezzel indítottak. Egyből jött a Xbox Live, tehát azonnal volt egy online támogatás, lehetett multiba játszani. Ez sem volt persze teljesen zöggenőmentes, a Microsoftnak még ez egy teljesen új talaj volt, mondom, a konzolgyártás. Mégis azért ráhúzták azt a tapasztalati lepedőt, amit ők már megszereztek a PC gamingbe, és megpróbálták mindezt a tudást átültetni úgymond a konzoljukba. Kisebb-nagyobb buktatókkal, de sikerült nekik felépíteni azt, amit ma ismerünk. Nagyon jól meg volt ezt csinálva. Tehát a legelőször, még aki emlékszik rá, kellett hozzá külön telepítőlemezt is venni például, hogy tudja Xbox Live-on játszani, viszont a LAN csatlakozó már beépített volt természetesen, ugyanúgy, mint a Sega Dreamcast-nél. Az is egy érdekesség, ez ki fog térni, nagyon sok érdekesség van itt. Mert amikor megjelent a Microsoft Xbox, előtte már nagyon haldoklott a Sega Dreamcast, sőt, az utolsó éveiben volt akkor. Nagyon sok minden át lett emelve. A Microsoft átemelt egy csomó mindent a Sega-tól, gondolok itt a kontroller kialakítására is. És most nem a nagy kontrollerre gondolok, a Duke-ra, ami legelőször megjelent a Xbox Classic-kal, tehát ez a hatalmas nagy akkora, mint egy fél kilós kenyér, nem erre kell gondolni. Jó volt az is, nekünk európaiaknak tényleg nagy kezünk van, fasza, tök jó volt, de most, hogyha abba gondolunk bele, hogy ez a Xbox Classic megjelent Japánba, most oda ment a kis japán Chen, megfogta azt a Boomstri kontrollert, át se érte, nem tudott játszani. És egyből harakirit nyomott el magán, hogy ő nem tudja játszani a kedvenc halójátékát, vagy hasonló maraságokat, a Munch Other State például, tehát, de ezt is egyébként nagyon gyorsan lereagálta a Microsoft, tehát itt is már lehet érezni azt, hogy a Microsoft, hogyha bármiféle szar van a palacsintában, ők azonnal lépnek, tehát nem az van, hogy akkor körbejárjuk a dolgot, és akkor majd valami elássuk valahova, aztán csinálják vele a rajongók, amit akarnak, mert nem erről volt szó, azonnal megjelent a S-controller, ami már lehetett érezni azt, hogy a Microsoft nagyon jól tud kontrollereket csinálni. Ez már hasonlította a későbbi Xbox 360 kontrollerre, és ugye ebből fejlődött ki az Xbox One kontroller. Tehát ez egy nagyon jó kialakítású kontroller volt már. Na és akkor visszatérek egy kicsit a Sega-hoz, most elkalandoztam a kontrollerbe, hogy miért is mondtam én a Sega-t. A Sega Dreamcast-nek is ugye ott voltak a ravaszok, és a gombok elhelyezkedését is, ha megnézitek, nagyon hasonlóak a Sega Dreamcast-hez, mint a Xbox Classic-nak a kontrollerén a gombelosztások. Természetesen középen nem volt az a kis memóriakártya foglalat, sőt, de igen. Xbox Classic-nál ott volt a memóriakártya foglalat is, és még, de csak az volt a memóriakártya foglalat, viszont nem volt kijelzőnek való hely, úgy, mint a Sega Dreamcast-nél. És azt akarom kihozni az egészből, hogy amikor
már csőd felé ment a Sega, a Microsoft meg akarta venni a komplett brandet, tehát a komplett Sega brandet. Valami visszatáncolás volt, vagy valami hasonló hülyeségek lehettek, és ennek eredményeképpen tönkrement ugye a Sega, nem lettek aláírva a szerződések, és nem is tudták kihúzni ők is a szarból a Sega-t a Microsoftnál, viszont odáig eljutottak, hogy amik megjelentek, vagy még nem jelentek meg Sega Dreamcast-re játékok, azok megjelennek Xbox-ra launchkor. Például a Jet Set Radio Future, az is például megjelent Xbox-ra, az volt ugye Sega Dreamcast-en is. Több játék, ugye megjelent a Shenmue 1-2 is például, teszem azt. Chuchu Rocket, ha jól emlékszem, az is megjelent Xbox-ra, és egy csomó Sega játék, ugye a Crazy Taxi-k is például megjelentek. Tehát, hogy voltak itt áthallások, ugye, de erről ugye akkoriban még főleg a gamerek nem nagyon tudtak, örültek neki, hú, de jó, Sega játék, Sega játék. A lényeg az, hogy a Microsoft Xbox nagyon jól indult, nagyon jó volt a játék felhozattal, mégis azt a generációt a PlayStation 2 nyerte magas fölénnyel. Természetesen ez annak is betudható, hogy sokkal jobban szerették Japánban már akkor is a Sony-t. Magyarországon is nagyon szerették a PlayStation-t, ugye a PlayStation 1 után mentek ezután. Nem nagyon tudták még a Xbox-nál, főleg itt Magyarországon, a Kelet-Európában, tehát itt az egész régióban azt vesszük, annyira nem ismerték meg a Xbox-ot. Egy-kettő embernek volt, hogy a terjedt szájról szájról van egy ilyen játékkonzol, ugye olvastuk a 576 újságokban is, hogy megjelent ez a konzol, hú de jó, hú de jó. Ugye grafikailag egy teljesen más megjelenítése volt, mint a PlayStation 2-nek. És ugye a Nintendo GameCube is egy nagyon jó játék volt, multiplatform játék volt, legtöbb játék ugye multi volt rajta. Tehát ez egy érdekes Nintendo gép volt. Nem akarok most erre külön kitérni, csak érdekességképpen, hogy a három konzol az majdhogy nem egy szinten volt abban a generációban. Ez nagyon érdekes volt, de mégis a PlayStation 2 nyerte, annak ellenére, hogy a Microsoft hatalmas pénzeket ölt bele a marketingbe, a reklámokba, és ezzel szembe Amerikában például tanult az Xbox, hát ugye Microsoft, ugye Amerikában vagyunk, sokkal még nagyobb volt a marketing, nem volt ekkora a PlayStation meg Nintendo hype ott se, ott inkább az Xbox volt a menő. Na de a Xbox Classicról igazából sokkal többet nem, még egy nagyon érdekes dolgot még ilyen kis fűszerként, hogy a Xbox Classicra több játék is el lett kaszálva, vagy pedig megjelent, de nem abban a formában. Ami el lett kaszálva, az egyik a BC volt, ugye a Lionheadnek lett volna ez egy ilyen ősember szimulátor, ami sajnos nem jelent meg soha, egyetlen egy gameplay trailert mutattak be, hiszem 2003-as E3-on, jól emlékszem, vagy 2004-esen, nem 2002-es E3-on, szerintem 2002-es E3 volt, és onnantól nem is hallottunk, hogy semmit, azt elkaszálták. A másik érdekes játék, ami viszont megjelent Xbox Classicra, az a Brute Force volt, ami már egy előfutár volt a Gears of War-nak. Ugyanaz volt a mechanika, teljesen más karakterek voltak, teljesen más volt a sztori, viszont maga a felállás már lehetett érezni, hogy ebből még lehet valami nagyobb is, ami természetesen a Xbox 360 az Epic meg is lépett. És akkor most már tényleg nyargaljunk át a következő játékkonzoljára a Microsoftnak, ami az Xbox 360 nevet kapta. Ugye 2005-ben jelent meg. A Microsoftnak itt az volt a legnagyobb problémája, hogy a marketingesek és a sok kutatások arra vezettek, hogy a Xbox, amikor megjelent a Xbox Classic, azért nem nyerte meg a generációt, mert hogy egy év hátrányba indultak a PlayStation 2-vel szembe. Tehát az volt a mindenféle elsöprő stratégia, hogy úgy mondjam, hogy a mindenféleképpen meg kell jelni a PlayStation 3 előtt az Xbox 360-nak, akkor még csak ugye új Xbox néven futott, hogy meg tudják előzni a Sony-nak a új konzolját. Ez meg is valósult, Xbox 360 meg is jelent 2005-ben. A nagy kapkodásnak természetesen hatalmas nagy ára volt, nagyon sok gép elromlott, ez volt a Red Ring of Death, vagy Death. A lényeg, én szerintem ezzel a problémával sokan találkoztak Magyarországon is,
Itt arról volt szó tulajdonképpen, hogy a processzorról a nagy hő miatt levált egy dióda, túlmelegedett a gép, és amit már előbb mondtam, a Microsoft ugye gyorsan le tudja reagálni ezeket a problémákat, ezzel is ugyanígy volt, tehát nem fordított hátat a játékosoknak, meg is hosszabbította erre a problémára a garanciát 1 évről 3 évre, és természetesen, hogy bárkinek ilyen problémája volt a Xbox 360-nal kapcsolatban, akkor abban a pillanatban fogták, ment a futár, átadtad neki, és megjavítva visszaküldték neked a konzolodat, tehát ezzel nem volt probléma. Érdekesség, hogy a Xbox 360-nak a generációjában már több Xbox 360 megjelent, tehát itt gondolok arra, hogy Xbox 360 volt a nagy fehér ívelt, tehát a nagyobbanyag oldalán volt a minyó, utána jött a Xbox 360 Slim és a Xbox 360 E-széria. Nagyon sok változtatás történt már magában a FED gépbe is, természetesen, de hát ott is volt a megjelenés, a korpak, utána jött, az még fehér volt, mert a Microsoftnak utána az volt a marketinges elgondolása, hogy fehér legyen a gép, mert hogy családbarát felé megyünk, tehát most nem a hardcore játékosok felé akarnak nyitni, de felé is természetesen, de nyissunk a családok felé is, hogy még több embert megcélozzunk ezzel, és a fehéren jelent meg. Természetesen utána megjelent ugye feketébe is a Xbox 360 Elite pack, ami már nagyobb vinyóval jelent meg, mert a Core pakban, jól emlékszem, nem is volt HDD, ahhoz lehetett venni egy külön memóriakártyát, 128 megabájtosat, 256 megabájtosat, tehát ilyen vicces volt a mentési lehetőség akkoriban. Nem is voltak olyan játékok Xbox 360-ra, amik úgy felmásoltál volna, hogy akkora helyet foglaltak volna. De idővel ugye természetesen jöttek már a nagyobb játékok is, ami már mindenféleképpen kellett a hard drive, ekkor jött az Elite Pack, ami már azzal, de ez is még ez a nagy FAT gép volt, oldalán ugye, hogy ott volt a lecsattintható HDD. Itt is még előfordulnak ezek a vörös halál problémák, ez a vörös gyűrű probléma, de egyre kevesebbet, és az a széria ugye szépen lassan kikopott, de amikor már megjelent a Xbox 360 Slim verzió, Xbox 360S, abban már nagyon elenyésző volt az ilyen probléma, az már nagyon jól össze volt rakva. Sokan azt is mondják, hogy ez volt az eredeti koncepció az Xbox 360-ra, de mivel ment a kapkodás, hogy mindenáron a PlayStation 3 előtt kell megjelenni, ezért egy félkész modellt próbáltak meg összedobni, olyan tervezői bakikkal megfűszerezve, ami ahhoz vezetett, hogy ennyi javítani való konzolt visszaküldtek nekik. És ugye közben a Xbox 360 ugye figyelte a Nintendo-nak az ő kütyéjét, ugye akkor megjelent a Nintendo Wii, a mozgásérzékelős Wii Motion-os csoda, ami a generációt megnyerte, ugye ezt most már mindenki tudja. A Microsoft is le akarta aratni a babérokat, természetesen ő is a mozgásérzékelés felé fordult, nem volt más hátra, megjelent a Kinect. A Kinect az a Xbox 360 Slim-mel jelent meg, azzal is volt összecsomagolva, lehetett kompletten pakba megvenni, később lehetett már külön is megvásárolni, de nagyon drága volt. Most a Kinectről érdekességképpen, amikor megjelent a Xbox 360 Kinect, tehát az első Kinect gép, akkor nagyon drágára sikeredett, vagyis nem, amikor nem jelent meg, csak tervező asztalon volt, sokat a több érzékelő volt benne, és nem tudták volna azon az áron értékesítelményével bárki is megvenni, vagyis hát megvenni egy akkora tömeg, hogy megéri gyártani, ezért kivettek belőle több érzékelőt. Az eredeti koncepciók alapján még új érzékelős is lett volna benne, ami sajnos kivettek belőle, és egy ilyen butított Kinectet kapott a játékos társadalom, ami érezhetően is nem annyira pontos, és a későbbi Kinect sem annyira pontos, mint amit ígértek. És nem is annyira hasznos kiegészítő szerintem, ezt most már ki lehet mondani, hogy nem tudtak rá olyan minőségi tartalmat gyártani, ami a hardcore játékosoknak értelmes lett volna. Természetesen a casual játékosoknak volt sportjátéktól kezdve mindenféle szélszar, ott volt a Kinect Star Wars, ami hát jobb lett, hogyha meg se jelent volna, de ott is aztán mindent csinálta, valaki benézett az ablakon, azt hitte hülye vagy, mert rossz volt a érzékelő beállítás, rosszul volt programozva, majdnem az összes Kinect játék igazából rosszul volt programozva, meghűlt a játék, kájjál közelebb, álljál messzebb, akkor sőt ugye Japánban még jöttek a nagyobb problémák, mert ugye a Kinectre úgy volt kialakítva, hogy
a 5 méter, ha jól emlékszem, 5 méter minimum, ami kell a tévétől, tehát a kamerától, hogy jól érzékeljen téged, de most például a Japánban ugye picik a lakások, most mit csináljon? Erre is később megjelent egy ilyen halszemlencse-szerűség, ami közelebb hozta a Kinect ez a emberi, tehát közelebb lehetett állni hozzá, nem kellett annyira messzelni, de ez nem volt annyira pontos, meg... Tehát nagyon sok budaság volt, amit a Microsoft elkövetett, és ugye most már próbálják temetni is a Kinectet, sőt, nem is foglalkozik, nem is gyártanak már semmit, de nem vagyunk annyira előre. Maradjunk a Xbox 360-nál, tehát azt veszük, a Xbox 360 egy nagyon sikeres konzol lett, mikor már kiforta magát. Főleg Magyarországon, itt az Európai Régióban, Angliában. Tehát Amerikában annyira nem volt már érdekes módon annyira sikeres, Japánban főleg nem. Ahol a legnagyobb sikere volt neki ugye Magyarország, Anglia, és a ilyen szegényebb régiók, például Afrika. És ezt ki kell mondani, ez nem azért volt annyira sikeres az Xbox 360, mert úgy nagyon szerette mindenki, azért, mert könnyű volt rá flash-elni, könnyen fel tudták törni. Ugye voltak erre különböző módszerek is. A érdekessége, hogy a Angliában volt egy elosztó rész, szürke importból jöttek be a konzolok, sőt volt, hogy már úgy jött be a konzol, hogy át volt alakítva, már meg tudtad venni úgy, hogy tudtál rá másod játékot játszani tulajdonképpen. És ez tette ezt a konzolt annyira kedvelté itt a régiónkba. Ellenben a PlayStation 3, aminek nagyon nehéz volt a flash-elése, ha sikerült is, akkor is kompromisszumokkal, ugye, de nem megyek bele a PlayStation 3-ba. A lényeg az, hogy ezt a generációt például a Nintendo Wii nyerte, magas fölénnyel, a mozgás érzékelésnek köszönhetően, a Xbox-nál ez már elhanyagolható volt a Kinect-tel, a PlayStation 3 Move az tovább lett fejlesztő, a PlayStation 4-hez is lehetett használni, de az sem volt akkora siker. A mozgásérzékelés végül is ennyi elég is volt, ami játék felhozatal, amiben nem beszéltem Xbox 360, hanem nagyon sok játék volt az, ami itt debutált. Gondolok itt a Gears of War-ra, amit már előbb említettem. Ez a sorozat az, ami elvitte a hátán a Xbox 360-at, tulajdonképpen a Fable 1 az már ugye Xbox klasszikra megjelent, nagyon jó szerepjáték a Lionhead gondozásában, ami kiteljesedett Xbox 360-on a Fable 2, majd később a Fable 3, ami... Hát ha nagyon bele akarok menni, kukacoskodni akarok, akkor Fable 3 egy nem teljes harmadik rész, mert végül is, mintha a kettőnek lenne egy ilyen folytatása. A teljes egész játék természetesen tovább van gondolva, de nem ad annyit, mint hogyha egy teljes egész játék legyen. Ami még érdekesség a Microsofttól, hogy a... Nagyon jól megoldották például Magyarországon a honosítást, a játékoknál, tehát a magyarosítást. Több játék is már Xbox 360-on a magyar nyelven, majd magyar fejlattal jelent meg. Ami mindenkinek beakadt, az a Crackdown 1 volt, Xbox 360-ra, full magyar szinkronnal. Ugye ez egy GTA-szerű játék volt, bocsánat, amiben igazából rendőrök vagyunk a jövőbe. Túlságosan nem volt olyan nagyon... jó játék, nem volt annyira szép játék, de ahhoz, hogy vártuk a GTA 4-et, ahhoz tök jó el voltunk, és az még egy plusz poén volt, hogy full magyarul volt, magyarul dumáltak benne. Továbbá a Fable jutott ez ugye eszembe, ez a magyarosítás, honosítás, ami a Fable 2 és a Fable 3-at is elérte, magyar feliratozás, full magyar felirattal volt még a menürendszer is, és egy nagyon finom, ízléses fordítással találkozhatunk ezekben a játékokban, főleg a szerepjáték, még jobban megkedveltett az emberekkel. Viszont volt egy másik játék, ami a Xbox 360 launchához köthető, ami nem volt más, mint a Viva Piñata első része, ami, hogyha nem fordítják, tehát az full magyar szinkronos volt szintén, ha azt nem fordítják le magyarra, akkor talán eladnak Magyarországon 4-5 ezer darabot, viszont így, hogy full magyar, el tudta belőle adni több millió darabot. És a gyerekek például nagyon szerették ezt a játékot, így nem kell nagyon bonyolult játék gondolni, ez egy kert szimulátor tulajdonképpen pinyátákkal, szépen kell felásni a kertet, jönnek különböző pinyátakukat, meg pinyáta pillangó, és akkor ezekkel kell kommunikálni, építeni nekik például különböző házakat,
virágokat ültetni, magukat, fákat leszületelni. Gyerekeknek tökéletes, és főleg az, hogy magyarul van, ez egy elképesztően jó dolog. Tehát ez a érdemes volt ezt megjelentetni Xbox-ra, én azt gondolom. További Xbox játékok, ugye a GTA természetesen, ami a GTA 4, a GTA 5. Jó, az multi platform játékok voltak, tehát ez megjelent a PS3-ra is természetesen. Lehetett itt egyébként gondolkozni azon még érdekességképpen, hogy felmásoljuk a konzolra, nem másoljuk fel a konzolra, jobb-e a játék, nem jobb a játék, hogyha fel van másolva például. Vannak olyan játékok, hogyha felmásolod a full lemezt, akkor gyorsabban betölt, de van olyan is például a GTA 5-nél, hogyha a játéklemez, tehát a play disket nem másolod fel, hanem azt a meghajtóról megy, akkor nem pakolja olyan sűrűn ki a tájat, akkor előbb megvan a táj. Tehát nincs az a lassulás, ez érdekességképpen még. Másik kérdés az, hogyha te beraksz egy SSD-t egy külső meghajtóra, és itt most eszembe jutott megint, Xbox 360-nál Microsoft megint jó feljut, és ugye PC alapúról beszélünk. A konzolba például a Xbox 360-ra, még egyszer mondom, beledugod a USB és külső meghajtót, HDD-t, akkor az leformálsz magának belőle 200 gigát, jó, attól függ mekkora dugsz bele, tehát 16 gigásat beledugsz egy pendrive-ot, azt is leformálza magának, tudod használni kvázi külső meghajtóként. De hogyha egy külső HDD-t használsz, azt is tudod ugyanúgy használni. Tehát, hogyha valaki esetleg nem tudná, hogy nincs neki otthon mondjuk belső HDD a Xbox 360 Slim-be, mert ezek a konzolok 4 gigás belső memóriával jelentek meg, volt, ami természetesen 250-esre, sőt 500 gigással, de volt a 4 gigás, abban lehetett pluszba venni videót. De ha valakinek esetleg nem volt otthon, USB és külső USB-vel rádugtad, leformázta magának, már is volt tárhelyet, és arra tudod menteni a játékokat. Tehát felmásolni. Tehát sokkal gyorsabban tudsz úgy játszani némely játékkal, valamelyik pedig akadozik, és nem akadozásra gondolok úgy, hogy ilyen hülyén megy, hanem érezhetően más a olvasási sebesség. Ez külső vinyóra alatt akartam kitérni, hogy például SSD-vel gyorsabban megoldható a dolog, akkor ugye gyorsabban olvas per természetesen külső meghajtóról. Most nem beszélünk flash-elésről, meg RGA-ról, hasonló hülyeségekről, csak is kizárólag a legális dolgokról. És akkor ugye Xbox 360 nagyon sok játékot adott nekünk, mondom, a elképesztő mennyiséggel lehet számolni. Talán ez volt az a konzol, ami a legeslegjobb review-kat kapta megjelenéskor is, későbbiekben is, és ugye sokan megkérdezték azt, hogy miért kellett ebből a konzolból ennyi verziót kiadni. Ugye volt a Core, volt a Arcade, volt a Elite, volt a Slim, és volt az E-széria. Most ugye ezek a konzolok más konstrukciók voltak, semmivel sem tudott többet, egyik se. Tehát nem az, hogy gyorsabb a proci, nem az, hogy a hűtés volt itt elsődlegesen, meg a belső elrendezés, hogy ne melegedjen túl a gép. És igazából a S-széria volt az, tehát a S, a Slim-széria, ami ezzel véget is ért itt a fejlesztés. És ugye ezek a jó dolgokkal szemben, ugye, amik voltak még a Xbox 360-nál, természetesen voltak rossz dolgok is. Ugye ilyen-olyan rossz irányításoknak köszönhetően, például a több E3-on ment ez a TV, tehát hogy média lejátszót akarnak csinálni a Xbox 360 módát, Netflix, YouTube, stb. És a játékok pedig elkezdtek háttérbe szorulni. Ez egy nagyon rossz marketing stratégia volt, egyre inkább a játékosok fordultak el a Xbox 360-tól, és inkább vándoroltak át a PlayStation-re. Én nem egy embert ismerek, aki Xboxos volt, és inkább PlayStation-re lovagolt át. Épp ezért nem vette meg a következő konzolt se, a Microsoft konzolját, ez a gamer. Mert ő azt mondta, hogy őnek erre nincsen szüksége, hogy lenyomják a torkán egy olyan konzolt, aminek nem a játék az elsődleges célpontja, de nem a játékosok, hanem inkább a multimédia, tehát egy multimédia lejátszót akarta Microsoft csinálni az Xboxból, ami nem volt egyáltalán jó irányvonal. Ezt a CEO-t le is váltották, és ő helyére jött a Phil Spencer, aki ezt az egészet megpróbálta helyrehozni. Ő meg is mondta egy E3-on, hogy tudja, hogy voltak hibái, ezt próbálják minél jobban kezelni. Onnantól kezdve a E3-okon még csak ki sem merik ejteni a szájukon azt, hogy TV.
csak és kizárólag rádiókkal foglalkoznak, minél több fejlesztővel természetesen, több fejlesztő, tehát most is lehet már érezni a jelen pillanatban is, hogy egyre több fejlesztővel veszik fel a kapcsolatot, hogy minél több játékot, új IP-t tudjanak készíteni. Már nem is ott tartanak, hogy akármilyen nagy brendet, tehát csomó pénzt már abba áldoznak bele, hogy vissza tudják csábítani a régi játékosokat, hogy a Xbox régi fényében ragyogjon. És ezzel most, hogy ott is hagyjuk kicsit a Xbox 360-at, és nyargoljunk át a jelen generációba, egész pontosan 2013-ra, a Xbox One launchára, ami egy eléggé szar launch volt, ezt mondjuk meg őszintén, nem volt rá túlságosan jó játék, nem volt a marketing se egy tökéletesség. Maga a gép az jó volt, erős volt, de annyira nevetségesen nagyra sikeredett. Tehát egy csomó mén született, mint egy videó lejátszó. És nem is voltak problémák magával a konzolla, jó gép volt, nem volt vele probléma. De mégis azért lehetett érzékelni benne az, hogy nincs ez úgy összerakva, nincs benne az, mint a 360-ban, hogy mert igazából a Microsoftnál azt akarták elérni, mint a 360-nál egy akkora sikeres konzolt összerakni, de mivel annyira izzadságszaga volt ennek az egésznek, nem sikerült, a játékosok elfordultak tőlük, a hiába volt, hiába jött a Forza, hiába jött ez, hiába jött az, hogyha már nem volt annyi, nem volt rá annyi játék, vagy olyan fajta játék, ami az emberek elvárásának megfelelt. Ugye mindenki azokat a fajta IP-ket várt, amit a Xbox 360-on voltak. Ami a legeslegjobban a utolsó szög volt a koporsón, akkoriban a E3-on, amikor bejelentették a Xbox One-t, és azzal együtt, hogy mennyi lesz az ára. Természetesen a Xbox One először Kinect 2.0-ban jelent meg, egy csillagászati árat kapott. És a legnagyobb hülyeséget tudták akkor mondani, mégpedig azt, hogy ha valaki ezt nem tudja megfizetni, az játszon Xbox 360-nal. Hát ennél nagyobb saját önmagukra övést, tehát saját magát rúgta volna tökön a Microsoft. Tehát erre mondják azt, hogy pénzt, időt és energiát nem sajnálva építik saját magukat. És ez a, most az utóbbi évekbe kezdik azt, hogy összeszedni magukat, mert a Microsoft itt is még nyomatta ezt a hiába a Phil Spencer már ott volt, de akkor is ugye valamilyen szinten ezt le kellett vezényen ezt a marketinges hülyeséget, a TV dolgot, a Netflix, meg hasonló hülyeségek, és több applikáció volt már Xbox-on lassan, mint játék. És ugye ezt valahogy vissza kellett szorítani. Ott volt a Kinect 2.0, amire nem tudtak egyszerűen tartalmat gyártani, és most már ott tartanak, hogy már szórják rá a földet, már temetik, mert ők is beismerték, hogy semmi értelme, nem is akarnak róla hallani, le is lőtték teljesen utolsó projektet is. Utolsó két játék, ami megjelent például a Kinect 2.0-ra, az egy Xbox 360-as játékok voltak, azok is remake-elve voltak. Tehát semmi olyan tartalmat nem tudtak rá gyártani, amire azt mondaná az ember, hogy igen, ez fasza. Tehát azért mondom, hogy a Kinect az egy zsákutca volt, akármennyire is jó koncepció, hogyha nincsen mögötte egy olyan technológiai megvalósítás, akkor semmi értelme neki, én szerintem. És hogyha meg fog jelenni a következő Xbox, akkor ott sem lesz szerintem már Kinect, mert ez nem sokan próbálkozni. Az a PlayStation majd lehet, hogy valamit meg fog oldani ott, abban biztos vagyok, hogy valami hasonló lesz. Na de, a Xbox One. Ugye megjelent a Xbox One, most már mondhatjuk a Xbox One Fett, ugye a vastag, a nagy videomagnó. És itt is hasonló volt én szerintem a hozzáállása Microsoft, mint a 360-nak az első, a FAT verziónál, hogy minél gyorsan-gyorsan dobjuk össze, legyen nagyobb, jó, legyen hűtése, fasza legyen, király legyen. De nagy volt, nem volt akkora teljesítmény, de érdekes módon itt például már félgenerációs ugrások elkezdődtek, épp azért, hogy itt jön már Xbox One S, ami kicsit gyorsabb volt. Tehát kicsit fel volt húzva benne a memória, processzor, valami ilyesmit izétek, hogy kicsit jobb, és valóban kicsit jobb volt, sokkal a kisebb lett, érdekes módon meg tudták oldani, sokkal a dizájnosabban nézett ki természetesen. És ezen kívül még megjelent nem olyan rég, hogy a Project Scorpio, alnéven mindenki azt hitte, hogy új konzol lesz, természetesen aztán kiderült, hogy nem. Ez megint egy félgeneráció váltás, ami egy sokkal erősebb processzorra megjelent Xbox One volt, ez volt a Xbox One X. És ugye akárhogy is nézzük a Xbox One-nak a játékfelhozatal,
most már tényleg utolérik magukat, tehát azt kell, hogy mondjam, most már a idei E3-on is azért most már tudtak villantani újdonságokat. A Xbox One X, tehát a Project Scorpio egy nagyon jó konzol lett. Tényleg ott tartunk, hogy elérték azt a Microsoftnál, hogy olyan konzol tudtak összehozni, ami egyenrangú a Xbox 360-nal. De erre most már tartalmat is kell nekik gyártani, és ketyeg az óra, nem sokára meg fognak jelenni az új konzolok. Tehát én szerintem majd felhúzzák a gatyájukat, és akkor kiadnak olyan játékot rá, ami tényleg nagyon fasza. Most valójában fejlesztenek rá, ténylegesen mutatták, jönnek az új játékok, Xbox One X-en nagyon jól fognak kinézni, csak itt is megint az jön elő, hogy fél generáció, most akkor kicsit félreáll szája mindenkinek, mert akinek volt pénze, az megvette legelső Xbox One-t, nem akar tőle megválni. De megjelenik a Xbox One S, ami kicsit erősebb, jobb teljesítmény, jobb a hűtés. Az is örül neki. De aki megvette az Xbox One-t, na, nincs már pénze egy következő konzolra, nem tudja annyira adni, hogy akkor tudja magának venni a másikat, az most mit csinál? Már félreáll szája neki, ugye. Van a középkategória, aki megvette a Xbox One S-t. Hú de kurva jó, már elnézést kérek. Jobb a gépem, mint a Xbox One Fett. És akkor utána fogja magát egy másik gyerek, aki megveszi 160 ezerért a Xbox One X-et, aki meg onnan föntről lekiabál nekik, hogy neki meg ilyen fasza, neki 4K-ba egy 60 FPS-sel. Ezeknek meg ketten megint félreáll a szája. Szóval nem értem egyszerűen ezt a félgeneráció váltások, hogy ennek most miért kellett ezt. Tehát miért nem lehet azt, hogy ne kelljen már itt annyira izéni, hogy hú, jelenjen meg fél évvel előbb, és akkor mérjük a generációt. Hol? Hogyan? Így, hogy a félkész szargépeket jelentetnek meg. Hát ne hülyéskedjünk már. Ennek semmi értelme. Ez egy marketinges bullshit az egész. De komolyan mondom. Adják ki azt a gépet, faszán, tényleg legyen letesztelve, királyú, ne az legyen, hogy megjelenik a gép. Piros rendes lesz, elszáll, füstöl, mindent csinál, kenyeret tudsz rajta pirítani. És ha konzolt gyártasz, akkor legyen rá tartalom, legyen rá játék. Én nem a Walking Dead-et akarom nézni rajta, nem YouTube-ozni akarok rajta, nem Netflix-et akarok nézni, nem Hokit akarok rajta nézni, játszani akarok tartalmat, exkluzív játékokat akarok. Ha már én megveszem az Xbox One X-et, 160 ezeré vagy 150 ezeré, akkor nekem azért a Microsoft adjon is olyan játékokat, ami nem jelenik meg más konzolra. Mert az egy dolog, hogy ez most egy nagyon kecsegtető dolog a Xbox One X-nél, hogy 60 FPS-sel 4K-ba tudok játszani a Forzával, vagy esetleg más játékokkal is. Ellentétben, hogyha Xbox One S-sel nem tudom játszani azt 60 FPS-sel 4K-ba, de azért jól néz ki még azon a konzolon is, tehát az ne adjon nekem pluszt, hogy én a Forzával tudok kicsit szebben játszani. És amit még ugye hallok több embertől, ami kezd megfáradni, a Forza széria, most például ez jutott eszembe. Játszottunk Xbox 360, és Xbox Classicon Forzával, 420p-be. Játszottunk Xbox 360-on, 720p-be. Játszottunk Xbox One-on, 1080p-be. HD-ba, Xbox One X-en 4K-ba. Mindegyiken vegyünk ugyanazokon a pályákon, körbe-körbe, csak más felbontással. Nem akarok még egyszer a Nürburgringen körbe menni, csak azért, mert jobban néz ki. Legyen új tartalom. Nem lehet eladni a Forzát 66 milliószor, ugyanazokkal a pályákkal, ugyanazokkal az autókkal, egy-kettő új autót belerakok. Ez nem működik. Új tartalmak kellnek a játékosoknak, mert el fognak fordulni véglegesen a Microsofttól. Az egy dolog, hogy most a Microsoft megígérte a rajongóknak, hogy jönnek az új IP-k, de hát azokat még le is kell fejleszteni, és ezek a mostani játékok azért nem egy év alatt készülnek el, legalább 3-4 év alatt. Most ugye bejelentették a új Elder Scrolls-t is. Tehát most abból mikor lesz valami? Bejelentették ugye a Cyberpunkot is, abból is mikor lesz valami? Az is lehet, hogy nem fog megjelenni Xbox One-ra és PS4-re, lehet, csak a következő generációra fog megjelenni. Tehát mindenféleképpen olyan IP-kbe kell gondolkozni a Microsoftnak, amit még most ki tud adni, esetleg karácsonyra tud olyat robbantani, amivel újra vissza tudja csábítani a játékosokat, mert telik az időt nagyon gyorsan. Az egy dolog, hogy meg fog jelni a Spyro, a remaster verzió, de már azt is eltolták. Pont tegnap jött arról is a hír, hogy mégse lesz szeptemberi megjelenés, el van tolva.
Egyelőre ismeretlen időpontig, mert még fejleszteni kell. Ezzel nincs is semmi probléma. Inkább fejlesztenek rajta, mint hogy bugos játékot jelenítsenek meg. És itt most nem csak a Microsoftról van szó, mert ez multiplatform lesz. Meg fog jelenni PS4-re és Xbox One-ra is. De hogyha Xboxot nézzük a Microsoftnál, mindenféleképpen kellenek az exkluzív játékok. Ott van a PlayStation, lehetne tőle tanulni. Megcsinálnak 17 exkluzív játékot, új IP-ket. Ha csak abból 8 lesz, vagy 5 lesz olyan, ami sikeres lesz, már nyert ügyük van, már visszajön az a lóvé, amit beleöltek. Tehát értitek, miről beszélek. A Microsoftnak ezt ugyanúgy vissza kell nyerni az embereknek a bizalmát, különben vége lesz az egésznek. Tehát most kiadhatnak egy ilyen Project Scorpiont. Tényleg kurva jól néz ki. Marha jó konzol, de nincs rá tartalom. Tehát nagyon érdekes az, hogy ahonnan elindult a Microsoft a Xbox Classic-tól, hogy milyen marha jó játékok voltak rá. Tehát tényleg ott újra kiadták rá ugye a PS2-es GTA 3-at, a GTA Vice City-t, a GTA San Andreas-t. Felpimpelt grafikával sokkal jobban nézett ki, mint PS2-n. Hatalom vitték, mint a cukrot. Megjelent rá a ép, ugye a Oddworld játékok a 3D-be, rohadt jók voltak. És ugye megjelent rá a Fable 1, ami megint csak egy szerepjátékoknak adott egy új határmesdjét, amiből lehetett tovább fejleszteni játékokat. Csomó minden úgy megjelent ugye a Halo. A Halo 1 Xbox-ra, a Xbox Classic-ra. Onnantól kezdve lehet számolni azt, hogy a FPS játékoknak az új korszakát. És most akkor mit rakunk rá az asztalra? Mit fog mondani egy gamer mondjuk 20 év múlva a Xbox One X-ről? Mi volt az, ami megalapozta? Semmi. Semmi újdonságot nem raktak még le. És én nem azt mondom, hogy leszólom a Xbox One X-et, és nem leszólom a Xbox-osokat, mert rohadt jó gép, nagyon jó gép, csak kell hozzá még egy kicsi plusz, kellenek rá a plusz exkluzív játékok, mert ha nem lesznek, elfognak pártani a játékosok. Az rendben van, hogy van, aki oda van a Xbox-é, de nem kell képmutatónak lenni, nem kell saját magunknak is hazudni. Ez mindenki nagyon jól tudja, és értik, miről beszélek. Kellnek rá plusz játékok. Ha nincsen plusz játék, akkor most mivel játszunk? Nem unalmas újrakiadásokat és folytatásokat szeretnénk látni, új IP-ket. Ha van új IP, az érdekes lesz, meg fogja venni, bemegy a boltba a játékos, vagy akinek még nincsen Xbox-a, de ez például egy döntő pont neki, mivel az nincsen PlayStation-re ez az új IP, viszont van Xbox-ra, akkor én megveszem az új Xbox One X-et, mert hú, de jó lesz nekem, mert én csak azon tudom játszani. De hogyha én olyat veszek meg, ami mondjuk bármilyen konzolom van, akkor én inkább a PlayStation-t veszem meg, mert a több az exkluzív, és tudok játszani azon a játékkal is, ami megy Xboxon is. Szóval ez egy nagyon érdekes, amerre tart most a konzolok generációja, hogy ez a generáció, hogyha most lemegy, hogy ezután milyen generáció lesz, ez nagyon érdekes lesz. Rendkívül érdekes lesz, hogy mivé fog fejlődni, mit fog pluszba adni, és mik lesznek, mert most már jönnek ezek a cross-platformozások, a multijátékok nagyon ugyanőnek, ugye a Fortnite is, a PUBG, hasonló játékok most már összefornak a szerverek. Tehát ez egy irány felé megy, ahogy már régen a 576-os újságban is már, akkor is már arról beszélgettünk, hogy miért nem állnak össze ezek a cégek. A Microsoft a Sony-val csinálni közös konzol. Tudom, hogy ez ilyen hülyeség egy alternatív univerzumban talán meg lehetne valósítani, itt nem. De ez lenne a legjobb döntés, mindenki megkapná a magáit. A Nintendo az megint egy külön burokban vannak, ők nekik vannak a exkluzív játékaik, az soha nem fog megjelenni. A Nintendo-nál is megmondták, azon a napon, amikor nem gyártanak több konzolt, az lesz az a nap, amikor bezár a Nintendo. És ők ezt komolyan is gondolják. Na, Nintendo lezárva, vissza a Microsofthoz. Végszóként csak annyit, hogy nagyon jó az Xbox, nem kell leszólni. Nagyon érdekes utat jártak be az, hogy ahonnan indultak és hová jutottak. Egy nagyon érdekes és nagyon sok mérföldkő az, amit ők letettek a játékos univerzumba, amit még sokáig vissza fogunk emlegetni. De nem kéne ezt a csillogást megfakítani a sok hülyeség bullshit-tel szerintem. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, iratkozzatok fel a Konzolbob csatornájára, én Ati voltam. Sziasztok!